A vadászati szezon a legnagyobb rendezvényének számít az évente megrendezett megyei vadásznap. A vadászkamara és a vadásztársaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szövetsége ezen a napon a szakmai dolgok mellett egy kis kikapcsolódást is kínál a vadászoknak. És persze a vadgazdálkodással kapcsolatban a társaságok elnökei, vadászmesterei, hivatásos vadászai is tapasztalatot cserélhetnek a fehér asztalnál. Minden esztendőben más-más megyei településen rendezik meg a vadásznapot. Idén Szabolcs községre, pontosabban az Árpád-kori Földvárra esett a választás. A miértre Plavec János megyei fővadász adta meg a választ. Részben azért, mert történelmi helyszín, másrészt a Gába Vencselői Nimród vadásztársaság felajánlotta segítségét, illetve kérte, hogy most náluk legyen az idei vadásznap. A megyei vadásznapon egy új kezdeményezéssel is találkozhatnak majd az érdeklődők, hiszen most először rendezik meg a vadászok a házi és kézműiparban elnevezést viselő bemutatót. A főzőversenyre 25-30 bográcsot várnak a szervezők, de a szakmai programok is nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot. Rendkívül dús program lesz, többek között egy tanyahajón fogjuk tartani a hivatásos vadászok továbbképzését. Azon felül a szakmai napok keretében előadások fognak elhangzani a szabolcsi szalonka monitoringról, megfigyelésről. Részt fog venni a Debreceni Agráregyetem, a Gödöllői Egyetem, és bemutatkozik a Hortobágyi Madárkórház is. A vadásznap mellett a Vadászszövetség felhívja a közúton közlekedők figyelmét, hogy a hűvösebb időjárás hatására megkezdődött megyénkben is az őzek násza, ami a vad sokkal nagyobb mozgását is jelenti. Ezért a vadveszély közlekedési táblák által jelzett útszakaszokon, illetve az erdősültebb területeken óvatosabban közlekedjenek a gépkocsi vezetők, mert bármikor találkozhatnak az üzekedő őzekkel.